Sok szeretettel köszöntöm a Budakörnyéki Televízió nézőit, a Törökbányi Torna Klub, Viadukt Ese Biator Bágy első osztályú felnőtt Pest megyei labdarúgó bajnokság 17. fordulójából, ahol most kivételesen kék mezben szerepel a Török Bálint és zöldben a Biator Bágy. És a középkezdést egyébként a Török Bálintiak végezték el, de Biator Bágyiak megszerezték a labdát. Nagy rangadó lesz ez a két csapat között. Az őszi szezonban 1-1-es döntetlent játszott idegenben a Török Bálint. Most ez a tavaszi szezon első hazai mérkőzése a Török Bálint szempontjából. Egyébként volt ezelőtt a múlt héten még egy forduló, ahol idegenben tudott nyerni a Török Bálint. A Török Bálint jelen pillanatban a 7. helyen áll a bajnokságban, 16 mérkőzés után, 7 győzelemmel, 8 döntetlennel, 4 darab vereséggel, 31 lőtt és 20 kapott góllal, 26 ponttal. Egyetlen egy ponttal előzi meg a Török Bálintot az Örkényes a csapata, ők 27 pontot szereztek, és nagyon nagy lemaradásban van a 8. helyen, 21 ponttal a Gödöllő. A vendég zöldmezes Viadukt Ese Biator Bágy csapata az 5. helyen helyezkedik el, 8 győzelem, 7 döntetlen, 1 vereség, 33 lőtt és 10 kapott gól, 31 pontot értek el a bajnokságban. Ez a plusz 23-as gól különbség, ami pluszos abszolút, ez kiemelkedő a mezőnyben. A Pest megye, az első osztályú Pest megyei labdarúgó bajnokságot továbbra is a Vád csapata vezeti 42 ponttal, mindössze 3 pontos lemaradása van mögöttük azért. A 3. helyen van a Vecsés, ők már nagyobb lemaradásban, 4. helyen a Tura, 5. a Viaduktese Biator Bágy, 6. az Örkény, 7. a Török Bálinti Torna Klub, és az utolsó ilyen 6 ponttal az Üllő Ese. Sikur Lajos kirúgásával folytatódik tovább a mérkőzés, és mellette még a kezdőcsapatban található Török Bálinti részről Auer Marcel, Radovics Ádám, Korán Dániel, Vattamány Dávid, Tőzsér Gábor, Frank Tamás, Jenei Otto, Szabó Gergő, López de Silva Junior és Hegedű Csaba, a cserék pedig Lipők, Benjamin, Heller, Máté, Beringer, Roland és Faragó Marcel. Szöglettel jöhetnek a vendégek. Addig, ameddig az elvégzésre kerül, a vendég keretben játszik Retezi Károly kapusként, Kreskovics Ágoston, Szlímjanik Mikó, Bozsoki Imre, Várkonyi Zoltán, Nikolov Balázs, Szép Imre, Varga Dániel, Novák Lőrinc, Kele Balázs, Busa Bálint. Sikur Lajosé ez a labda. És jó volt a kirúgás. Junior. Frank Tamás. Auer. Korán adta tovább. Szabó Gergő volt szabálytalan Biator Bágyi ellenfelével szemben, ezért szabadrugást ítélt meg nekik a játékvezető. Kékén Szalai Zoltán, az ő munkáját segíti asszisztensként Kenyes István és Berendi Tamás Csaba. Várkonyi passzolt előre, és Korán Dániel állította meg őt, szintén szabálytalanul, legalábbis ami a játékvezetői ítéletet illeti. Nikolov Balázs fogja elvégezni a szabadrugást. Nincs ez túl messze a kaputól. És López de Silva Junior fejelte ki. Szabó Gergő rohan a labdával előre. És most vele szemben követnek el a szabálytalanságot.
Így a török bálint jöhet egy szabadrugással. Szabad rugás pedig Vattamány Dávid fogja elvégezni. Junior nem vette át a legjobban a labdát. Szabó Gergő igyekezett becsúszni, és ezzel meg akar helyezni a támadást. Vattamány kénytelen hazadni. Sikor Lajos pedig előre rúgja. Nem volt kinek fejelni. Biatorbágy jöhet egy bedobással. Retezi rúgta ki. Korán adta haza, Korán Dániel. Ez a labda Junior felé ment, a Biatorbágyiak elvették. És ezt egy kicsit hosszan tolta meg Radovics Ádám. De szabad rúgásra jött a török Bálint. Korán. Radovics. És újra megszerezték a labdát a Biatorbágyiak, akiknek a védelme igencsak erős. Legalábbis a számok alapján. Radovics adja haza. Tősér. Egerűs. López. Frank Tamás. Ő kapta meg a túloldalon. És megpróbálja indítani Szabó Gergőt. Oldalháló. Ez volt az első komolyabb helyzet ideig a mérkőzésen, amelyik Szabó Gergő nevéhez fűződik. Várkonyi. Kele. Visszapasszolt Várkonyinak, sokan vették ott körül. Kele Balázs cselezget. Vattamány fejelte ki, és Vattamány most kirúgja. És a Biatorbágy jöhet egy bedobással. Ottó rúgta ki a labdát török Bálinti részről. És szöglette jött a Biatorbágy, hiába küzdött Szabó Gergő. Nikolov Balázs jelentkezik a feladat elvégzésére. Sikerült kihozni a labdát a török Bálintnak. Nem volt indítható játékos a középpályán, mindenki védekezett. És a török Bálint jöhet egy bedobással. És ugyanez történik meg megint. Köszönöm.
Hegedűs. Junior hagyta el a labdát. És ott a Mányról ment ki újra a labda. Biatorbágy jöhet most a bedobásra. Nem jött be a csel. És Rodovics nem tudta elvinni egy Biatorbágyi játékos mellett. Viszont visszaszerzi a labdát. Sátradja Siku Lajosnak. Nem volt ez kockázatmentes. Jenei Otto megmozdulását fújta a játékvezető, és nem tudták gyorsan elvégezni a Biatorbágyiak a szabadrugást. Frank Tamás visszaszerzi. Jenei indít, Hegedűs elől elrúgják a labdát, viszont Frank Tamásnál ott marad. És jogos most a fújás, szabadrugásra jött a Török Bálint. Hegedűst rúgták föl. Háttérben pedig az egyik Biatorbágyi ultrát hallhattuk. A pálya túloldaláról üvölt annyira hangosan, hogy ez idáig is hallható. Frank Tamás! Frank visszakapja. Talán jó az indítás, jó a basz meg középre. De a Biatorbágyi védők kirúgták a labdát, nem volt a legpontosabb ez a passzolási kísérlet. Viszont bedobásra jött a Török Bálint. Junior küzdött. Kirúgásra jött a viaduk tese, Biatorbágy. Retizi Károly fogja ezt elvégezni. Radovics nem a legjobban sikerült ez a rúgás. Támadásban a Biatorbágy, Radovics visszaszerzi, előre rúgja, még a passz is jó Hegedűsnek, Hegedűs fordulhat, és indítja Szabó Gergőt, aki nagyon nagy iramban sprintel előre, López da Silva Junior kéri ott középen, nem érkezik hozzá a labda időben, Junior, Szabó, szabad rúgása jöhet a Török Bálint, nem lesz ez túl messze a kaputól. Vattamány Dávid és Frank Tamás gyülekezik a labda körül. Vattamány Dávid! Nem volt rossz ez a szabadrugás. Retezi Károly viszont rajta volt, Biatorbágyi a kapusa. Játékvezető ítélet szerint Őser Gábor volt szabálytalan. Slim Janik. Bosoki. Mikolov passzolt előre. Frank Tamás próbál labdát szerezni. Novák Lőrinc azonban tudott passzolni, és ez pedig pontatlan volt Biatorbágyi részről. Tőzsér Gábor így indította volna López da Silva Juniort, nem volt a legpontosabb passz. Várkonyi. Nagyon lassú tempóba érkezett a passz. Volt idő előre vágni. Auer Marcel részéről, aki egyébként az utánpótlás csapatban játszik többnyire. Az előző mérkőzésen két kulcsfontosságú szerepben tündöklővédőt is kiállítottak piros lappal.
emiatt többen nem tudnak szerepelni a mostani találkozón. Ennek is tudható be, hogy most Auer Marcell a kezdőkeretben játszik. Szabad rugásra jött a Viator Bágy. Nikola fogja ezt elvégezni. Abból valószínűleg egy beadás lesz majd. López de Silva Junior fejelte ki annyira, amennyire lehet. És sajnos 11-est ítél Viator Bágynak a játékvezető, Tősér Gábor. Rúgta háton az egyik játékos társát. Szlimjánik Mikót, pontosabban a csapatkapitányt. És az operatőr kollégám Lukács Mihály súgta meg, hogy ő közelébe látta az esetet, jogos a 11-es. Szalai Zoltán részéről. Igyekeztem ezt halkan mondani, nehogy itt minket okoljanak a 11-es befújásáért. Nikolov Balázs készül a büntető elvégzéséhez. Kár ezért a védekezési hibáért, Kösér Gábor részéről. Nikolov pedig értékesíti. Ezzel 0-1-re vezet a viadukt ese, a Török Bálint ellenében. Minden esetre, ami talán optimizmusra adhat okot, hogy az őszi szezonban idegenben a Török Bálint 1-1-et tudott játszani a Viator Bágy ellenében, és még csak a 17. percben járunk. Mivel hátrányban játszik a Török Bálint, ezért kénytelen lesz élénkebb támadó játékot beindítani, és lehet, hogy ennek gólszáporos mérkőzés lesz a vége. Nikolov újra szabadrugáshoz készülődik. Várkonyinak akart passzolni, de nem hozzájutott a labda. Nem Bozsokihoz, de most már Várkonyinál, aki visszapasszolja Bozsokinak. Szlimjánikkal passzolgatnak, ő volt a szabálytalanság elszenvedője, amit 11-esnek ítélt meg a játékvezető. Radovics nem tudott labdát szerezni, viszont el tudta rúgni Nikolov elől. Jenei bedobással jöhet Hegedűs és a Török Bálint. Ezt a feladatot inkább Vattamány fogja elvégezni. Nem tudom, hogy hallották az elmúlt néhány másodpercben ezt az épületes kölcsönös beszólogatást a szurkolók részéről. Minden esetben, mivel mi is a pálya mellett foglalunk helyet, ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Frank Tamás. Vattamány. Auer Marcell kért és kapta meg. Korán Dániel aztán visszapasszolt a Vattamánynak. Jenei. Szereztek a Viator Bágyiak egy ideig. Szabadrugásra jöhetnek. Amelyet újra Nikolov Balázs fog elvégezni.
Várkonyi. Bozsó kipasszolja Slimi Janiknak. Slimi Janik indítja Nikolovat. Nem volt pontos a passz, Radovicsnak volt ide kifejelni. Jenei szerez labdát. És nagy bravúr lett volna Szabó Gergőtől, hogyha bent tudja tartani a pályán. Belemásra jöhetnek a Viatorbágyiak. Radovics felezte a labdát, Sikur Lajos fogta meg. Vattamány. Radovics, Korán. Tősér. Jó a lefordulás. Elvették tőle a labdát. Korán válláról megy ki a labda. Bozsoki. Slimi Janik. Szabó Gergő igyekszik őt letámadni. Nem zavart össze Slimi Janik Mikót. Sikur Lajos fogta meg a labdát. Hegedűs. Az jó, még López de Silva juniornak. Tősér. Jenei passzolt López de Silva juniornak. Jó lett ez az indítás. Még Szabó Gergőnek. Jézusom, de magas rugás volt az. Hegedűsnek az még jó. Hegedűs. Radovics. Hegedűs két védő vette körül. Nem volt könnyű dolga. Most is ő kerül helyzetbe, abban az esetben, hogyha Slimi Janik Mikó elvesztette volna a labdát. Radovics. Tősér. Jenei. López de Silva junior küldi rá. Nem sokkal ment mellé. Nem is volt egy olyan nagyon erős lövés. Retezi rúgja ki. Radovics szerez labdát. Nem volt csúnya, csak mikor elvették tőle, akkor mi kapott egy kisebb könyököst is, ezért jöhetett szabadrugásra a Török Bálint. Radovics nem játszik amúgy rosszul. Radovics. Jó indítás lehet a Szabó Gergőnek. Szabó Gergő. Beleléptek az ő lövésébe. Frank Tamás küzd a labdával a labdáért. Vattamány. Radovics. Frank Tamás. Elérhette volna talán ezt a labdát. Viatorbágyi bedobással folytatódik a mérkőzés. Kele Balázs szerez labdát, aki korábban a Török Bálint színeiben játszott. Saját egykori csapattársa Radovics állította meg úgy, hogy ez neki fájt jobban. Radovics ellen még mindig a földön fekszik. Radovicsnak nagyon fájt ez a találkozás Kele Balázzsal, korábbi csapattársával.
remélhetőleg Kelebolás fogja tudni folytatni a játékot, hiszen akkor ez nem így történik, akkor egy újabb védő esik ki Török Bálinti színekben. És egyelőre Radovics ellenemet le kell kísérni a pályáról, és még mindig biceg. És a háttérben már valamelyik védő elkezd melegíteni. És továbbra is Nikolov Balázs az, aki a szabadrugásokat, illetve a szögleteket elvégzi. Most is ő fogja tenni. Várkonyi. Szlimjánik a címzet, elmegy a feje fölött a labda. Vattamányt nagyon sportszerűtlenül állították meg. Novák Lőrinc akasztotta meg elég csúnyán Vattamány Dávidot. És talán a háttérből úgy tűnik, hogy Radovics Ádám fogja majd tudni folytatni a játékot. Stradovics Ádám visszatért a pályára, bár még mindig biceg. Vattamány. Korán Dániel. Frank Tamás. Vattamány. Korán. Auer. Jenei visszaszerzi a labdát, aztán eladja, de Frank Tamás újra visszaszerzi, csak rosszul Kele Balázsnak passzolt. Kele cselezget, Tősér Gábor mellett nem tudott elmenni, viszont a Viatorbágy jöhet egy bedobása. Szép Imre. Várkonyi. Auer Marcel fejelte ki. Várkonyi végezte el a belobást. És ugyanazt fogja tenni ismét, hiszen Jené Ottóról ment ki a labda. Bereki. Nem volt rossz indítás. Jól láttam, Korán Dániel fejelte ki a beadást. López de Silva Junior. Kicsit lassan érkezik a passz Szabó Gergőhöz, aztán visszaadja Lópeznek. De eddigre már visszaért az összes Biatorbágyi védő. Frank Tamás. Hegedűs lökték, miközben megindult volna a labdáért. Over. Jenei. Tősér. Tősér. Hegedűsnek akart volna passzolni. Szabó Gergői a labda. Szabó Gergő. Szlimjánik Mikó fejelte ki az ő lövését. Jenei meg szépen megakadályozta a gyors indítást a Biatorbágyiak részéről. Busa Bálint küzd a labdáért. Radovics pedig szabályosan nyerte meg ezt a párharcot. Varga Dániellel szemben. Sikur Lajos kirúgásával folytatódik tovább a mérkőzés. Korán Dániel biztonságos hazadást választotta, ebben a helyzetben ez volt a legjobb ötlet. Már Radovics Ádám is segített az ő munkáját. Sikur. Szlimjánik Mikó fejelte López de Silva Junior mellett. Busa Bálint rohan előre, és az les bizony. Varga Dániel. Volt az, aki a lesen helyezkedett el.
Radovics. Vattamány. Frank Tamás. Szabó Gergő. Frank visszaszerzi. Elrúgják előle. Busa Bálint. Saját magát is kicselezte, aztán megpróbál indítani. Kele Balázs a címzet. Sokáig futott a labda mellett. Várkonyi kérte és kapta meg. Kapáslövés. Nagyon fölé és mellé. A 33. perc, Csikú Lajos kirúgásával folytatódik tovább a mérkőzés, és látszik azt, hogy egyébként ellenszélbe próbálja meg ezeket a labdákat kipasszolni, azért repül ennyire furcsán. A térfélcsere után valami némi előnye is származhat a Török Bálintnak, akkor hátszélbe fognak játszani. Nagy a küzdelem ott a labdáért, Szép Imre nyerte meg a párharcot, indítja Kele Balázst, akinek talán ez hosszú Korán Dániellel fut versenyt. Korán Dániel szépen oldatta meg ezt a házi feladatot, kikísérte a labdát. Sikúr Lajos kirúgásával folytatódik tovább a mérkőzés a 34. percben. Ez gyorsan meg is történt, Auer Marcel. Szabó Gergő a címzett. López da Silva Junior gyorsan passzol tovább Frank Tamásnak. Szabó Gergő a címzett, be tudja futni a labdát. Nincs érkező játékos. Tőzsér Gábor, kapáslövés, de jó volt ez. A legjobb helyzet ideig a Török Bálintnak. S ott a labda még mindig a Török Bálintnál. López da Silva Junior. Nem volt pontos ez a passz. Tőzsér Gábor viszont visszaszerzi Auer Marcel. Jenei vette át rosszul a labdát, és már próbál indulni a Biatorbágy, Korán Dániel. De szépen csinálta ezt megint Korán Dániel. Neki járt a taps. A csapattársak is megdicsérték a fiatal védőt. Radovicsnak passzolt Auer Marcel. Frank Tamás. Junior lába alatt ment Bereki ez a labda, így szerzett labdát a Biatorbágy, és ők is pontatlanul passzolnak. Radovics, Szabó Gergő, Vattamány, ideig felélénkült a Török Bálinti támadójáték. Radovics, Szabó Gergőt indítja. Viszont az Hegedűsnek jó. Hegedűs! Hegedűs, még mindig nála a labda. Jenei! Ezt egyből el kellett volna lőni. Szöglettel jöhet a Török Bálint. Ez az első Török Bálinti szöglet a mérkőzésen. Auer Marcel, nem sokkal maradt le a fejesről. Talán egy kicsit meg volt illetődve, hogy López da Silva Junior áll mellette. Nem ismert annyira bátran fejelni. Ez az ok annak, hogy ez a helyzet most kimarad. Mindenesetre jó látni azt, hogy a Török Bálint, hogyha kell, akkor tud támadni. Remélhetőleg ez a második fél időben intenzívebb lesz, hiszen a Török Bálint 0-1-es hátrányban játszik. A Török Bálint jöhet egy bedobással. Hegedűs. Várkonyi elveszi tőle a labdát. És indítja Varga Dánielt. Nikolov. Nikolov inkább oldalra ment, mint előre. Vattamány. Radovicsot lökték föl megint. Kifelé jöhet kirúgással, illetve szabadrúgással a Török Bálint. Vattamány, illetve Vattamány a címzett, Radovics passzolt, Frank Tamás.
török bálinti bedobás. Radovics. Korán. Jenei. Újra Szabó Gergő a címzet. Két védőjátékos vette őt körül. Mert a túloldalon Tőzsér Gábor annyira jelentős figyelmet nem kap. Lehet, hogy eredményesebb lenne a török bányát, hogyha jobb oldalon próbálna megindítani. Vattamány. Korán Dániel. Over Marcel. Radovics. Korán. Auernak passzol. És López de Silva junior, az nem jut el a labda. Tőzsér Gábor bedobásával folytatódik a mérkőzés. Frank Tamás megkapja. Jenei. Az jó lehet Hegedűsnek. Rosszul vette át a labdát. Radovics. Újabb szabálytalanság vele szemben. Török Bálinti színekben összeveri el a legtöbb szabálytalanságot. Tőzsér Gábor. López de Silva junior. Nem tud passzolni. Inkább hátrafele Korán Dánielt választja. Radovics. Szabó Gergő. Hegedűs. Szabó. Sokat várt a labdával, de még mindig ott a lehetőség. Bedobás. Vattamány. López de Silva junior. Frank. Visszapasszol juniornak. Jenei. Over. Tőzsér. Tőzsért Várkony rúgta föl, jogos a szabadrugás. Jenei végezte el gyorsan a szabadrugás. Radovics. Szabó. Visszapasszolt Radovicsnak. Vattamány. Jaj, de lassú és pontatlan passz. Mindegy esetre Radovics meg tudta tartani egy ideig a labdát. Nikolovék viszont elvették tőle. Radovics visszaszerezte volna, de lefújt a játékvezető. Bereki. Várkonyi. Varga. Kele Balázs. Kele cselezget. El tudott menni Auer mellett. Nem rossz a beadás. Csak szerencsén múlt, hogy nem ment be ez a labda. Mindenesetre Kele Balázs passza nagyon jó volt. Busa Bálint felé. Busa Bálinton múlt, hogy nem vezet most 2-0-ra a Biator báty. Frank Tamás. López de Silva junior. Junior még mindig meg tudja tartani a labdát. Ketten veszik őt körül. És már hárman. És így jutott el Nikolovhoz a labda. Kelének az hosszú az az indítás. Biator bágyi bedobás. Vattamány. Radovics. Korán. Radovics. Azt haza kellett adni. Vattamány. Vattamány.
Szabó Gergő. És pontatlanul passzolt Szép Imrének. López. Szabó. Tősének lehet passzolni. Bár előre is lehet menni. Szabó Gergő megpróbált előni. Így sikeredett. Az egyik biatorbágyi játékos lemarad a földön. A jól látom Nikolov Balázs az. Hát, hogy ezért sikeredett annyira szerencsétlenül az a lövési kísérlet Szabó Gergő részéről. Tősér Gábornak volt ideje kicsit elmélkedni az elmúlt néhány percről a szurkolókkal. Ezért is lehet jó Törökbányától játszani, hiszen a játékosok többsége név szerint ismeri a szurkolókat, akikből egy nincs kevés ezen a mérkőzésen, hiszen mégis egy gyönyörű tavaszias idő van. És kiváló időjárás és alkalom ez egy első osztályú Pest megyei labdarúgó mérkőzésre. Nikolov Balázs közben föl tudott állni. És tényleg nagyon hangulatos a mérkőzés ebben a tavaszi időben. Az erdő kezdetén Török Bálinton. Jó idő, jó levegő. És egy egész jó meccs aránylag, bár a Török Bálint játszhatna jobban is egy picivel. Jó volt látni azt, hogy a 8 percig sikerült dominálni a mérkőzésen. Egyelőre ezt még nem sikerült gólra váltani. És úgy tűnik, hogy kénytelen lett cserélni a Biatorba egyese, hiszen Nikolov igencsak sántikál, és már el is küldte melegíteni az egyik játékost, aki ami csak abban merül ki, hogy az a sportárs csak hogy sétálgat a kispad mellett. Ez volt a bemelegítés részéről. És Mérei Márk fog beállni Nikolov Balázs helyére. Tősér Gábor pedig nagyon sportszerűen visszaadja a labdát a biatorbágyiaknak. Várkonyi meg is dicsérte miatta. Koren Dániel ezt a feladatot is megoldotta. Busa Bálinttal, viszont Kele Balázsnál ott a labda. Busát próbálja indítani. És be tudta futni ezt a labdát. Visszapasszol Kelének. És énébe akadt el, illetve Tősérbe akadt el. Kele. Nem rossz a beadás. Sikur végül is meg tudja fogni ezt a labdát. Ki tudja rúgni? Magasra ment, csak nem ment messze. López da Silva Junior. Sikerült az átemelés. Mérei már húgta őt föl. Nem fújt a játékvezető. Azért. Végül is megjegyezte azt az esetet a játékvezető Szalai. Frank Tamás cselezget. Frank! Újabb szabad rugás. Lehet, hogy csak bedobás. Szabó. Összezeverte az, hogy három ember vette őt körül. Róla ment ki a labda. Biatorbágyi bedobással folytatódik tovább a mérkőzés. Frank Tamás. Jenei szerzett neki labdát. És újabb bedobás a mérkőzésen. Radovics. Korán. Hegedűs, nem vette át a legjobban a labdát.
korán kénytelen sprintelni, a háta mögött volt Busa Bálint. Radovics. Jenei. Elvették tőle a labdát. Várkonyi. Bereki. Várkonyinak. Busa. Kelét akarta indítani, Auer Marcelbe akadt el az indítás. Jenei. Frank Tamás. És még meg kéne tolni az első fél idő utolsó percét. Szabó Gergőtől visszakapja a labdát Frank Tamás. Nagyon nagy a tempó. Egerős. Már megint rosszul veszi át a labdát. López da Silva junior. Jogos a szabadrugás. Szép Imre, nagyon sportszerűtlen volt López da Silva juniorral szemben. Ráadásul már rég nem volt juniornál a labda, mikor Szép Imre beleszállt juniorba. Vattamány Dávid, Frank Tamás és Jenei Otto is ott van a labda közelében. Valószínűleg Vattamány Dávid, illetve Frank Tamás között fog eldőlni a kilő szabadrugást. Frank Tamás annál már messzebbről is tudott gólt szerezni. Végülis Jenei lőtte el. És így ért véget az első fél idő. 0-1-re vezet idegenben a zöldmezes viaduktese Biatorbágy a török Bálint ellenében. Hamarosan jövünk vissza a második fél idővel. Miénk az igaz én csapat, mindig csak előre halad. Toljuk a szegeret együtt, és senki nem hazsál. Együtt jóban és rosszban, örömben és a bajban, mindig is a bajban, úgy jutunk tovább. Nincsen ellenfél, ellenünk védelem, miénk a végső győzelem. Szóval ez a Pest megye első osztályú bajnokság 17. fordulóján belül a második félidő. Öl a hazai kékmezben szereplő török Bálint a Biatorbágy csapatát látja vendégül. Az első félidő alapján egy 11-esből sikerült megszerezni a vezetést a Biatorbágynak. Egy elég szerencsétlen helyzet miatt. Így vezetnek most ők 0-1-re. Minden esetre a második félidő második felében a török Bálint is megmutatta, hogy tud focizni. És elég sokáig domináltak a mérkőzésen. Nagyon sokszor csak a szerencse választotta el a török Bálintot attól, hogy az első fél időben megszerezze a gólt, de erre találták ki a másodikat, ami nem jött össze az elsőbe, ezt meg kell tenni a másodikban. Oer Marce elment a labdáért, de nem a török Bálint dobhatja be a labdát. Biator Bálint tehette meg. Várkonyi forgolódik a labdával. Gyorsan el is végezték a szabadrugást. Szlimjánik fejelt elég gyengén. És Vattamány volt kénytelen kirúgni a labdát. Újabb Biatorbágyi bedobás. Szabó Gergő. Ötlet szintjén nem volt rossz a passz Frank Tamásnak. Frank Tamás elég lassan mozgott a labdáért. Ennél azért nagyobb tempóra lenne szükség a második fél időben. Busa. Radovics. Szépen szerzett labdát. Frank Tamás. Korán. Korán Dániel egy rendkívül jól látta el a feladatát az első fél időben. Teljes mezőnyből az ő teljesítményét lehet kiemelni. Junior!
Szabó Gergőt indította volna pontatlanul. Slim Jánik. Radovics. Frank Tamás. Husa Bálinthoz jutott a labda. Pontatlan volt a visszapassz. Radovicsnak kellett becsúszni. Labdához ért Radovics, nem volt szabálytalan az ő megmozdulása. Sikur Lajos pedig kirúgja. López de Silva junior fél fölött ment el a labda. Várkönnyi cselezget, hátrapasszor Berekinek. És nem sikerül visszaszerezni a labdát. Korán Dániel kénytelen kirúgni a kispadhoz. Viator Vágyi Belóvás. Félértés kedvéért megemlítem önöknek, a háttérbe a bekiabálás, az hajrá videót jelent. Nem érdemes ezt félreérteni. Persze voltak itt más jelzők is. A videó, mint a viaduktese, Viator Vágyi rövidítése. Vagy Tamás! Frank Tamás indít. Csak nincs ott érkező ember. Hiába sprintelt Tősér. Ezt a labdát még ő se tudja befutni, de talán Berekitől el tudja venni, sikerül őt összezavarni. És kifelé jöhet szabadrugással a Viator Vágy. Bereki fogja tudni folytatni a játékot, nem komoly a sérülése. Retezi fogja kirúgni a labdát. De szép volt, ez Auer Marceltől, ahol Kele Balázstól megpróbált elvenni a labdát. Egy darabig sikerült is fiatal játékosnak. De a Viator Vágy jöhet egy bedobással. Szép Imre. És egy újabb bedobás. Korán. Most a török bányt jött egy bedobással. Jenei. Vattaványhoz érkezik a labda. Radovics. Auer. És Varga Dániel elveszi tőle a labdát. Radovicson is sikerül keresztül jutni, nagy nehezen Kele Balázs. Jó volt a becsúszás Vattamány részéről, és ki tudják hozni a labdát a török bálintiak. Jenei, bocsánat. Sárga lapot kapott a hazai csapat 13 számú játékosa, Auer Marcel. Auer Marcel részesült sárga lapos figyelmeztetésbe, ezt mondták be a hangos bemondón is. Varga Méreinek passzolt. Ő küldi rá, jóval, jócskán fölé ment. Inkább a parkolóautók voltak veszélyben, mint a kapu. Sikur Lajos lőtte ki a labdát. Kele Balázs, Mérei. Ott van Várkonyi. Auer Marcel bedobásával folytatódik tovább a mérkőzés. Igen, megszerezték a labdát a Viator Vágyiak. Mérei el tudott menni. Játékostársa mellett Busa Bálint helyzetben. De szép volt a becsúszás Korán Dánieltől. Korán Dániel a török bálinti keret messze legjobban játszó játékosa. És lefújták ezt a támadást.
Sikor Lajos. Szlibjánik felel előre. Varga Dánielnek jó lehet az indítás. Korán Dániel küzd. Varga. Radovics ötlettől jó, Radovicstól jó ötlet volt becsúszni. Megzavart egy kicsit Varga Dánielt. Jenei. Frank Tamásnak jó az indítás. Frank Tamás. Szabó Gergő felé pedig nem jó. Tovább passzolt labda. Újra megszerezték a Biatorbágyiak. Szép Imre Radovicson keresztül tudott jutni. Passzol a szélére. És erről lemaradtak nagyon a Biatorbágyiak. Minden esetre a mérkőzés szempontjából jó volt azt látni, hogy nem a pálya fölött elszálló helikopter volt a legnagyobb esemény ebben a pillanatban. Szöglettel jöhetnek a vendégek. Szép Imre fogja elvégezni a szögletet. És Berekiről érkezett be ez a fejes a kapuba. Ezzel 0-2-re vezet a viaduktese Biatorbágy a Török Bálint ellenében. De még több mint fél óra van hátra a mérkőzésből, még bármi megtörténhet. Bozsoki Imre góljával 0-2-re vezett a viaduktese Biatorbágy Török Bálint ellenében. Akik egyébként motiváltak a Biatorbágyiak annak érdekében, hogy minél több pontot szerezzenek, hiszen csak egyetlen egy darab ponttal vannak lemaradva a negyedik helyezett Turától, és két ponttal vannak lemaradva a harmadik helyezett Vecséstől. Ezek abszolút elérhető közelségek, és most jelen pillanatban a mérkőzés 56. percében úgy tűnik, hogy sikerül bezsebelni a viaduknak a három pontot. Viszont a Török Bálintnak sem érdemes elaludnia, sőt, ha lehet, meg kell próbálni igyekezni, hiszen a Török Bálint, a hetedik helyen szereplő Török Bálint számára is ott a lehetőség, hogy utolérje az egypontos előnyben lévő Örkény csapatát. Minden esetre jelen pillanatban a Török Bálint hetedik helye nincs veszélyben. Szabadrugás illeti a hazai csapatot. Frank Tamás! Szabó Gergő. Jenének nem volt jó ez a labda. Megint szerezték a Biatorbágyiak, de most visszaszerzik a Török Bálintiak. Dősér Gábor révén, Korán, Radovics. Ez nagyon gyenge indítás. Novák. Busa Bálinnak, ez nem jó, de be tudta volna futni. López de Silva junior küzd. Junior, Vattamány. Bozsoki a gólszerző, kocogott a labdáért, aztán odatta retezik Árainak. Mirei.
Auer. Tőzsér cselezget. Radovics. Szabó Gergő. Őt próbálják indítani. Bent tudja tartani, ez nem kis bravúr volt a részéről. Szabó Gergő fut a legtöbbet. És közben a kamera nem látta, egy kisebb szotty eső érintett, ért az egyik asszisztenst. Aki szóvá is teszi ezt a játékvezetőnél. Ezt lehetett volna pozitívan is fogadni. Én a helyében sört is kértem volna mellé. Beírták a jegyzőkönyvbe is a szotty esőt, úgyhogy folytatódhat tovább a mérkőzés. Volt Tamány bedobásával folytatódott a mérkőzés, és ebből szöglet lehet. Eljött. Végül is szöglet lesz. Bedobás! Ezzel látjuk a sarkokat. Szép Imre. Lassú a passz. Busa Bálintnak. Busa. Szép Imre visszakapja. Oldalálló. Cserél a vendégcsapat, lejön a 11-es számú Novák Lőrinc, felmegy a pályára 19-essel Mogyorosi Zoltán. Novák Lőrinc helyére Mogyorosi Zoltán érkezik Biatorbágyi színekben. Vastaps Novák Lőrincnek szól, már amennyire ez hallható. Szalai Zoltán és a játékvezető. Szalai Zoltán a játékvezető megosztott pár gondolatot Szabó Gergővel, nem tudom, hogy mi volt a beszélgetés tárgya. Mindenesetre folytatódik tovább a mérkőzés. Mészáros első labda érintése ez volt. López da Silva Junior nem volt ott indítható játékos. Slim Janik fejelte haza. Zsetezik Károly csak fölkászálódott a földre. 61. percben járunk. Auer. Rossz a fejes Biatorbágyi bedobás. Jenei, Tősér, Hegedűs, Frank Tamás gyorsan elvégezte a szabadrugást, Radovics, Junior, Auer, Tősér, Junior visszakapja. Kérdés az, hogy Bozsoki szabálytalan volt-e? Játékvezető ítélet szerint nem. Retezik Károly rúgta ki a 63. percben. Török Bálinti bedobás. Slim Janik vágja előre. Mészáros. Varga előtt tátongott a lehetőség a gólszerzésre. Így sikeredett. Vattamány.
Korán. Pocsék indítás. Bozsoki Imre második. Biatorbágyi gólszerzője kaparintotta meg a labdát. Auer fejéli előre, és nem volt ott érkező játékos. Így Várkonyi volt a labda, viszont sikerül. Jenei hiába ér bele a labdába, de másodjára visszaszerzi. Frank Tamás. Szabó Gergő. Ezt a labdát is be tudta futni. Bedobás. Hegedűs kéri, de nem ő kapja. Más volt a címzet, Vattamánynak ez így jó. Talán Jenei volt a címzet. Korán. Junior mögül elfejelik, Jenei. Szabó. Szabótól nem tudja elvenni Mészáros a labdát. Még mindig Szabó, Szlimjánikba akadt el. Szlimjánik kezére ment a labda. Játékvezető nem fújt emiatt, hanem kifelé a másik irányba fúj szabadrugást. Minden esetre a játékvezető bizonyítványát magyarázva Szlimjánik nem direkt kezelt. Ez attól még kéz volt. Radovics. Korán. Hegedűs, Junior. Szabó. Szabó nagyon sokat fut ezen a mérkőzésen, nem lenne csoda, hogy fáradt. Hegedűs! Csak sikerült összehozni azt a gólt. Szabó Gergő és Hegedűs nagyon szépen hozta össze ezt a helyzetet. Illetve Szabó Gergői a gól, Hegedűs éppen csak arra sétált. Szabó Gergő igazán megérdemli. Ő fut a legtöbbet, a teljes mezőnyből. Szinte minden támadást Szabó Gergő indít, illetve felé indítják. Talán Szabó Gergő többet futott, mint a teljes törökbányi csapat, kisebb túlzással. Na hát, bő 25 perc van hátra a második félidőből, még lehet szerezni még egy gólt. És már sikerült megtörni a jeget a török Bálintnak. Bozsoki. Bozsoki küldi rá. Bozsoki Imre megszerzi a második gólját. Ezzel 1-3-ra vezett a viaduktese Biatorbágy. Szabó Gergő arckifejezése nagyon sok mindent elárult az elmúlt néhány másodpercben. Nagyon sokat dolgozott azért, hogy a török Bálintnak sikerüljön gólt szereznie, és még meg is volt arra a lehetőség, hogy legalább egy döntetlen legyen. Persze ez még most sem kizár. És Bozsoki Imre védő létére második gólnál jár ezen a mérkőzésen. Jenei elhagyja a labdát. Auer. Frank. Vattamány. Szabó. Korán. Biatorbágyi kirúgás. Török Bálint jöhet egy szabadrugással. Jenei. Hegedűs felé, Hegedűs nem tudja befutni. És
Svattamány Dávidot lecserélik. Illetve Tőzsér Gábor helyére érkezik Heller Máté. Svattamány csak azért kocogott a kispad felé, hogy megosszom vele pár gondolatot Mersics. Mersics Péter, a Török Bálint vezető edzője. Frank Tamás junior. Junior. Szabó Gergő. Ezt rá is küldheti. Slim Jánik. Retezi szerezte meg a labdát. Súgja ki. Busa. Varga. Varga indítja Mészárost. És Radovics szépen oldott ezt meg. Sikú Lajos. Hetvenedik perc. Szép Imre. Heller Máté rúgta előre. Szabadrugás. Vattamány. Kele Balázs révén szerzett labdát a Biatorbágy. Korán. Kele Balázs küzd. Busának jó a passz. És Korán elveszi. Csak nem tudja bent tartani. Biatorbágyi bedobás. Szép Imre. Kele. Radovics küzd Vargával. Kifelé ítél szabadrugást a játékvezető. Sikúr Lajos. Berek. Bozsa ki tudott előre fejelni. Mérei visszakapja a Busától, Busa, Mészáros. Heller Máté felszabadítása is sikerült. Busa küzd Radovicsa, Radovics nyerte ezt a párharcot is. Boer Marcel fut a labdával, a labdáért, Kele Balázsval közösen. Ezt a párharcot pedig Kele Balázs nyerte meg. Most Biatorbágyi színekben. Újabb bedobás. Szép Imre. Frank Tamás igyekszik találni a labdát. Szabadrugás. Perc. Szép Imre szabadrugásával folytatódik majd a mérkőzés. Közben cseréhez készül a Biatorbágy csapata. Busa helyére érkezik egy játékos. Arany Zoltán érkezik Busa helyére. Junior tudta valamennyire kifejelni, Mészáros.
Junior. Szabó Gergő a címzett. Keller. Radovic. Junior. Frank Tamásnak akar passzolni. Sikúr Lajos vágta előre. Vattamány, de szép labdaszerzés. Vattamány Dávid, a szabálytalanság volt vele szemben. Bozsok Imre, az elmúlt két Biatorba egy gól szerzője volt Vattamány Dáviddal szemben szabálytalan. És valószínűleg Frank Tamás fogja elvégezni ezt a szabadrugást, mert Vattamány is jelentkezik erre a feladatra. Frank Tamás retezi Károly kezébe. Mészáros a ismeretlen játékos társát indította, nem volt ott elő senki. Radovic. Hát 75. perc. Radovic. Auer. Pontatlanul passzoló is. Újra megszerezték a labdát a Biatorbágyiak. Mészáros. És kérdés az, hogy Varga Dániel lesen volt-e. Auer. Jenei. Szabó Gergőnek ez befutatatlan. Korán. Erős küzd Várkonyival, Vattamány így megszerzi a labdát. Frank Tamás, Junior! Junior! Ketten vették körül. Szabadrugást ítél a játékvezető a Török Bálintnak. Kele Balázs aztán elnézést kért López da Silva Juniortól. Újra Vattamány és Frank Tamás helyezkedik el a labda körül. Vattamány Dávid átlépi a labdát. Frank Tamás! Kapufa! De Károly nem volt a térkező játékos. Csatárok. Csak úgy moziztak a kapu előtt, ahelyett, hogy elindultak volna a kapu irányába, könnyen meg lehetett volna a második török bányati gól. Frank Tamás passza pedig elakadt Kele Balázsban. Radovic volt kénytelen akcióba lépni. Ez a felesleges átlépő csel nem lett volna, lehet, hogy Frank Tamás amúgy betalál a kapuba. Korán. Radovic.
Heller. Junior. Frank Tamás. Jenei. Junior. Hosszan tolta meg. Bozsoki elvette tőle a labdát. Megpróbálja Vargát indítani. Heller most jól ért vissza. Az jó lehet talán hegedősnek, de mégsem. Az életbe bizonyította. Mészáros. Heller. Szép megoldást választott. Török Bányti bedobás. Slim Jánik elvette Junior elől. Radovics. Koren. Over. Vad Tamány. Frank Tamás azt nem tudja befutni. Over. Koren. Radovics. Jani. Varga. Heller szerzett labdát. És adta el. Korán. 80. perc. Jani. Junior, Jenei, Szabó, de rég láttuk őt labdával mozogni, Juniornak meg pontatlan a passz. Hegedűs. Hegedűs, Junior. És nem fújt a játékvezető, támadottak tovább a Biatorbágyiak. Varga. Junior még mindig le van a földön. Tűnik, hogy Junior talán fogja majd tudni folytatni a játékot. Szabó. Vissza kellett adni a labdát. Szép Imre. Mindig ő. Auernek kell becsúsznia. Nem volt ott szabálytalanság. Hiába reklámálnak a Biatorbágyi szurkolók. Jenei. Közben a legnagyobb esemény az volt, hogy 3 decibóra elszökött, de visszaadták az alsóbb szintről. A bor visszakerült a jogos tulajdonosához. Jenei. Auer. Korán. Szép Imre zavarta meg egy picit a török bányti védelmet. Sikur. 82. perc, Radovics állál. Heller. Szabó. Radovics. Radovics. Jaj, de kár ezért. Szerintem nem háborodott volna föl senki azon, hogyha Radovics egyből ráküldi a kapura, mikor már a 16-os környékén járt. Frank Tamás szögletével folytatódik tovább a mérkőzés. Junior, Frank. Frank! Beleléptek a lövésébe. Jenei kapás lövése. Így sikerült. Rejtezik Károly, Biatorbágyi kapus fogja kirúgni a labdát. Oh,
Szabó Gergő. Jézusom, de szörnyű szabadrugás volt, Kele Balázs kaparintotta meg a labdát. Lehet, hogy összezavarja a török benti játékosokat, hogy Kele Balázs most kivételesen az ellenfél csapatnál játszik. Ugyanis nemrégében átigazolt. Radovics. Varga volt vele szemben szabálytalan. Hegedűs. Szabó. Kele Balázs hozza ki a labdát. Mészáros. Szép Imrének passzol, Szép Imre. Fölé ment. 84. percben járunk. Sikula Jose jött a kirúgással. Újabb szabadrugás. Radovics. Jenei. Junior Jenei. Vattamány adja be. Slimianik pedig kirúgja. Kifelé jöhet szabadrugással a Biatorvágy. Retezi Károly jöhet kirúgással. Arany Zoltán rúgja rá, és fölé ment. 86. perc. Heller Máté. Heller visszakapta. Radovics. Junior. Korán. Frank Tamás visszaadja Korán Dánielnek. Junior. Várkonyival küzdött. Bár Marcel és a török bányit végezheti el a belovást. Radovics. Újabb török bányit a belovás. Slimianik szerezte meg a labdát, Várkonyit indítja, illetve Méreit. Varga. Jenei. Bottamány. Jenei. Heller. Heller. Retezi Károly kaparintotta meg a labdát. Újszáros, Kele? Illetve Kele? Szabadrugást ítélt a játékvezető a Biatorbánynak. Még a mérkőzés vége fele, az egy komoly helyzet lehet. Várkonyi mellé. A 88. perc, Sikula Jasi jött a kirúgással.
Egedűsnek sikerül megszerezni a labdát, aztán Arany Zoltán rúgta előle. Arany. Szép Imre. Mészáros. Heller. Ről ment ki a labda. Biatorba egy bedobás. Geri, jobb kéz, igen! Heller. Radovics. Szabó. Szabó Gergő. Jenei. Frank Tamás. Radovics. Elrúgják előle. Meg tudja tartani a Biator vagy a labdát. Mészáros indul előre. Három támadó, egy védő ellenében. Kellynek is lehetett passzolni. Arany Zoltánnak is. Arany Zoltán megszerzi a negyedik gólt a 90. percben. Mészáros passzával. Egyébként magyarázva egy kicsit a Török Bálinti Tornaklub bizonyítványát. Minden energiájukat abszolút a támadásra fordították, még akkor is, hogyha ez nem látszott. De lényegesebben, kevesebben védekeztek hátul. Ennek tudható be, hogy csak korán Dániel kocogott 16-os környékén. Frank Tamás. Heller Máté. Szabó. Kicsit ez túl latinos volt ez a mérkőzéshez. Szóval így végződött a Pest megyei első osztályú bajnokság 17. fordulóján belül a Török-Bányi Tornaklub Viadukt Ese Biatorbágy mérkőzés. Ből a őszi szezonnal ellentétben, az őszi szezonbeli találkozóval ellentétben a Török-Bányi nem tudott döntetlent játszani a Biatorbágyjal. És a Biatorbágynak nagyon nagy szüksége volt erre a három pontra, mert csak a mérkőzésre csak két ponttal voltak lemaradva a harmadik helyezett vecséstől. Persze a Török Bálintnak is érdemes minél több pontot szereznie, hiszen a mérkőzésre csak egy ponttal volt lemaradva az őt megelőző turától. De hát így sikerült ez a mérkőzés. Nagyon több védő is hiányzott. Ezt megemlítette Mercsics Péter a mérkőzés előtt. Mint tulajdonképpen így nehéz helyzetben fog játszani a Török Bálint. És tulajdonképpen ez a mérkőzés ez nagyon kihozta. Az első fél idő második felében megvolt a lendület a Török Bálintban, csak a szerencse választott el a Török Bálintot attól, hogy több gólt szerezzen a mérkőzésre, aztán második fél idő közepén Szabó Gergő bravúros megmozdulásának köszönhetően újra felé lett a remény arra, hogy a Török Bálint meg tudja nyerni a mérkőzést, aztán másfél percre rá a Viaduktese Biatorbágy megszerezte a harmadik találatát. Aztán nem sokkal később a mérkőzés lefújása előtt megszületett a negyedik, így lett a végeredmény 1-4. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, nézzenek minket máskor is, a viszontlátásra, viszonthallásra. Nincsen ellenfél, ellenünk védelem, miénk a végső győzelem. A pálya harcba hív, nincs bennünk félelem, mert győzni születtünk, győzni igen. Mondd, hogy hajnál Bálint, Török Bálint, itt van a TTC. Ezek a fiúk nagy pályások, értünk sírnak a lányok. Hajnál Bálint, Török Bálint, itt van a TTC. A fiúk győzni fognak, hát örülj minden gólnak. Na ki a legjobb a TTC? Na ki a legjobb a TTC? Mondd, hogy ki a legjobb a TTC? Oh, ki a legjobb a TTC?
jó, együtt a banda. Mindenki jobbra vagy balra, mert mindenki úgy akarja. És nálunk játszik a gól király, aki csak később lesz majd a csók király. Futnak a lányok utána, meg aranyból van a lába. Nincsen ellenfél, ellenünk védelem. Miénk a végső győzelem. A pálya harcba hív, nincs bennünk.